Szóval én nem vagyok egy nagyon nagy Partizán rajongó egyébként, szóval én nem vagyok egy nagy Gulyás Marci fan, viszont van egy tök jó beszélgetés, amit a Ruf Bálinték csináltak, hogy azt tárgyalják ki, hogy egyébként az ellenzék az milyen szinten nem újul meg, mennyire nincsen a dolgoknak következménye, hogyha valaki valamit elszúr, akkor ugyanott maradhat, és egyébként ez mennyire eredményezi azt, hogy tulajdonképpen az embereik is, tehát a fontosabb ellenzéki politikusok, ezek nagyjából úgy valahogy úgy oda kerülnek ilyen feudális alapon, és amúgy különösebb társadalmi legitimációjuk sincsen. Tehát lehet, hogy egyébként simán, hogyha indulnának egyéni jelöltként, akkor simán leszavaznák őket. És azon gondolkoztam, hogy ez valahol az egész társadalomra jellemző, ez a fajta ilyen teljesítmény nélküliség, illetve az, ahogyan, amilyen nagyon furcsán a teljesítményről gondolkodnak. Hogyha megnézitek, a kommentek is halálfurák, tehát ehhez a videóhoz, tényleg belinkelem ide a videó leírásába, érdemes oda kapcsolni. Mert azok is azt mondják, hogy hát, hogy miért ti mit csináltok, meg mit kéne csinálni. Hát szerintem teljesen világosan elmondják ezek a srácok, hogy mit kéne csinálni. Mert mindenben értek egyet, tehát például az előválasztásos résszel nem. De akkor is ez egy nagyon-nagyon korrekt beszélgetés, és mondjuk egy kiindulási pontnak tök jó lenne, ehhez képest tök furának tartom, hogy az emberek azzal jönnek, hogy jó, hát mit csináltok, miért mit csinálnak. Elmondják azt, hogy gyakorlatilag így, ilyen formában még 3800 évig azzal kell számolni, hogy a Fidesz marad hatalmon. Mit csinálnának, gyerekek? Most egyébként tekintsünk el attól a ténytől, hogy ezt a videót a DJI Mic-kal vettem fel. Ami egyértelműen azt mutatja, hogy a rezervátum kőkeményen fejlődik. Félre a Rode Wireless Go-kkal. Vigyétek innen ezeket. Szóval az a helyzet, hogy szerintem nagyon-nagyon inspiráló az, amit a Ruf Bálinték csinálnak, és ez egy nagyon jó irány lenne. Nagy kár, hogy a megújulásnak gyakorlatilag a jelei sincsenek meg, és szerintem az emberek előbb-utóbb ebből olyan kiábrándultak lesznek, hogy nem is tudom, mi lesz. Tehát, hogy nem hogy kétharmad lesz, hanem négyötöd, hogyha így folytatják, és ilyen szinten nem hajlandóak egy kicsit sem kreatívabbnak lenni, egy kicsit sem elvégezni azt a házi feladatot, amit a politikusoknak kellene. Ez így ilyen formában nem fog működni. Az a baj.